A tavalyi esztendőben több mint 2,5-szeresével emelkedett a kiadott építési engedélyeknek a száma. 31.559 darabot regisztráltak. Már tavaly 10.000 lakás épült, ami még messze van attól, amit valaha a egészséges aránynak tekintettünk, hogy ez olyan 40.000 épített lakás körül van, és a 2000-es évek elején sikerült ezt elérni. Egy akkori egyébként szintén a konzervatív kormány által elindított lakásépítési programmal. Most a 7-8.000-es körből megmozdultunk 2015-höz képest, és várhatóan ezek a trendek folytatódni fognak, hogyha a gazdaságnak a jó fundamentumai működhetnek. Ugye elindult a családi otthonteremtési kedvezmény, most, hogy a lakáspiacnál maradjak, ha már ezzel kezdtem. Itt néhány változást azért már tapasztalunk. Egyrészt a alacsonyabb összegek ellenére is úgy tűnik, hogy továbbra is jelentős igény van a használt lakások megvásárlásához. Tehát az összes igénybe vételnek a célja közül egy 70% használt lakás vásárlása vonatkozott. Új lakás építése, új lakás vásárlása összesen 28%-ot tett ki a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény megigényelt összegeiből.